Jó estét kívánok! A kecskeméti törvényszéken folytatódott Hagyó Miklós pere. Az ügyész két hete módosította a vádat, de így is 1 milliárd forintot kérnek számon azon a vád szerint bűnszervezeten, amelynek vezetője Hagyó Miklós korábbi főpolgármester helyettes volt. Most a vádlottak reagálhattak az ügyészi módosításokra. Ítélet jövő év elején várható az 5 éve tartó ügyben. Egyik védőjével érkezett a tárgyalásra Hagyó Miklós, aki most sem engedte, hogy az arcát megmutassuk. Ügyvédje viszont elmondta, hogyan áll a Hagyó ügy. Az eredeti vádban az szerepelt, hogy ügyfelem Hagyó Miklós két egymást követő évben 15-15 millió forintot vett át vesztegetési pénzként. Ebből most már csak a 2009-es év maradt, arra nézve módosította úgy az ügyész úr a vádat, hogy 15 millió forintot kapott. Ez az az ominózus Nokia-s doboz. Kettő helyett tehát már csak egy Nokia-s doboz szerepel a Hagyó ügyben. Állítólag ebben volt a főpolgármester helyettesnek szánt megvesztegetési pénz. Hagyó Miklós a mai tárgyaláson nem beszélt, hagyta, hogy a többi vádlott és azok ügyvédei zúdítsanak ösztüzet az ügyészre és az immár módosított vádra. Az egyik ügyvéd még azt is mondta, hogy nem tudja, mivel vádolják ügyfelét. Ismerünk egy 1 milliárdos összeget, de nem tudjuk, hogy mely vádpontokat rója az ügyészség Antal Attila terhére, és ennek a mai napig nem tette eleget az ügyészség. Csorbul ezáltal a védekezési jog, nem tudjuk, hogy melyek azok a szerződések, amelyel kell foglalkozni, melyek azok, amelyel nem kell foglalkozni. Egy másik vádlott pedig azt mondta, hogy Hagyó Miklós idejében egyetlen metróval sem volt gond, most meg gyakran füstöl a hármas vonal, a buszokról nem is beszélve. A hajdani főpolgármester helyettes korábbi sajtósa, aki szintén vádlott, nem engedte, hogy a hangját rögzítsük, így csak idézni tudom azt a mondatát, amely szerint jogtalanul vitték el 6 hónapra börtönbe, és zárták össze gyilkosokkal. A sajton keresztül üzente, hogy amióta kiengedték, nem talál munkát, így ha valakinek kommunikációs szakember, vagy akár sofőr kell, az keresse meg. 2 héttel ezelőtt az ügyész úr egy jelentős vádmódosítást végzett, de ennek ellenére úgy fest, hogy október 15-én elkezdheti a vádbeszédet, amely előre láthatólag 4 napos lesz, ami azt jelenti, hogy próbára fogja tenni mindannyiunk türelmét. Ezután következnének a védőbeszédek, és úgy tudom, hogy a bíróság ebben az évben legkésőbb jövő év elején ítéletet fog hozni. Hadnagy Ibolya bírói tanácsának nem lesz könnyű a dolga, hiszen már eddig 40 ezer oldalnyi peranyag gyűlt össze. A vádlottak ártatlannak vallották magukat, illetve egyikük azt elismerte, hogy a vitrinjében tartott 3 darab sörétes lőszert, amire nem volt engedélye.